Az ember mindig szükségét érezte annak, hogy gondolatait, vágyait átadhassa és megőrizhesse. Ennek a technika fejlődésétől függően mindig más és más volt a lehetősége. És felmerül a kérdés, hogy hogyan készítették a papírt időszámításunk hajnalán, amikor minden eszközt az egykori mestereknek ott helyben kellett előteremteniük, esetleges előismeretek nélkül, kísérletezve a különböző nyersanyagokkal. Akár a kínai, akár az európai papírkészítésről beszélünk, azt elmondhatjuk, hogy maga a papírkészítés tudománya csak nagyon zárt körökben terjedt el, gyakorlatilag apáról fiúra történt ennek a tudásnak az átadása, és nagyon nagy tisztelet járt azoknak, akik ebben a körben tevékenykedtek. Tehát magát a papírkészítés művészetét a szerte a világon csak fehér művészet néven emlegették. Ez a tárlat, amiben most vagyunk, ez 1985-ben a szolnoki papírgyár 50. éves fennállása alkalmából nyílt meg. Egyrészt a hagyományőrzés, a szakmai kultúra ápolása, a szakemberek képzése, továbbképzése, és végül, de nem utolsó sorban az ipar iránti érdeklődés felkeltésének a céljából. Ez a kiállítás 8 tablón és 9 vitrinen keresztül mutatja meg nekünk azt a fejlődést, amin ez a csodálatos anyag, a papír az évezredeken keresztül átment. Most a korai íráshordozókról fogunk beszélni és megismerkedni. Az őskorról azt mindannyian tudjuk, hogy az emberiség kultúrájának a kezdete. Körülbelül egy 30 ezer évvel ezelőttre tehető az az időszak, amikor az ősember először fogott köveket, faszindarabokat a kezébe azért, hogy lerajzolja a vadászatok emlékeit. Ugye kezdetben ezt a barlangok falára tették. A későbbiek folyamán ezeket a rajzokat kisebb köveken, illetve csont és agancs darabokon is megjelenítették. Egyébként maga a rajz, a rajzolás, tehát a képírás, az a legősibb, legegyszerűbb módja a gondolatok átadásának. És a barlangrajzok, sziklarajzok pedig az őskor művészetének az egyik legismertebb emlékei. Egy kicsit tovább menve az időben, beszélnünk el az ókori íráshordozókról is. Azt kell tudni az ókori emberekről, hogy ők már saját maguk hozták létre és alakították ki az írásra alkalmas eszközöket és anyagokat. Erről az egyiptomiaknál a templomok csodálatos kőbevésett történetei árulkodnak. Az egyiptomiaknál leginkább a valláshoz és a halálhoz fűződő kultuszuk emelte olyan magas szintre a képi ábrázolásoknak a technikáját, és a későbbiek folyamán ugye az ebből eredő képírást. Nagyon fontos megemlíteni az ókori népi vallásosság egyik legjellegzetesebb produktumát, az átoktáblákat vagy boszorkánytáblákat. Ezek az átoktáblák és boszorkánytáblák, ezek ólomlapból készültek, tehát ezek ólomtáblák voltak, ékírással vetették bele a betűket. Maga az ólom az egy nagyon lágy, könnyen formázható anyag, és íráshordozás szempontjából az egyik legidőtállóbb anyagnak bizonyult. Ami még nagyon érdekes itt az ókori íráshordozóknál, az a viasztábla. A viasztábla, az is látható itt ezen a táblán, ezt leginkább a görög területeken használták írásnak a céljára. Maga a viasztábla, az két kicsike fatáblácska volt, a közepe lemélyítve, ebbe öntötték bele a viaszt, amikor még forró volt, és akkor írtak rá, amikor kihűlt és megkeményedett. Írás céljára egyébként leginkább fekete vagy méregzöld viaszt használtak, sárgát nem nagyon, azért, mert messziről így nagyon nehezen volt kivehető a sárga viaszban a belevésett, belerót szöveg. A szöveget pedig a sérüléstől a táblának az összecsukásával óvták. És még egy dolgot mondanék el ezzel a tablóval kapcsolatban, azok pedig a cseréptáblák. Ugye a görögökről tudjuk azt, hogy ők gyönyörű edényekre és vázákra rajzoltak, és ezek a rajzok, ezek felölelik az egész görög mitológiát. És náluk volt annyira elterjedt
a cserépszavazás is, amelyhez ugye különböző törött edények darabjait használták fel. És itt ezen a tablón is láthatunk egy cseréptábla darabot. Azokon a helyeken, ahol a kő nem volt egy mindennapos felelhető anyag, ott az agyagot használták írásnak a céljára. Ezek leginkább a Tigris és az Eufrátesz folyó menti városok voltak, mint például Babilon és Ninive. Ők agyagból készítettek kislapocskákat, még nedves állapotban karcolták, vésték bele az írásjeleket, majd ezt követően vagy kiszárították a napon, vagy kiégették a kemencében őket. Na most érdekes, hogy az nem volt mindegy, hogy egy adott agyagtáblát az csak megszárítanak-e, vagy kiégetik-e, ugyanis arra rájöttek, hogy a kiégetett agyagtáblák sokkal időtállóbbnak bizonyulnak. És éppen ezért a körrendel, tehát az utasításokat, rendeleteket kiégették, az összes többit, ami nem volt annyira fontos, mint például mondjuk egy körlevél, azokat csak kiszárították a napon. Nagyon érdekes egyébként, hogy milyen új ötlettel álltak elő az agyagtáblák másolására. Ugyanis egészen addig, amíg, tehát ugye kevés volt az írástudó ember, és hogyha szükség volt egy agyagtáblának mondjuk egy százszorosi másolására, akkor ugye százszor le kellett írni ugyanazt. És ennek a kivédésére találták ki ezt a negatív formát, ezt a gipsz táblácskát, amit itt is láthatunk a táblán. Azt csinálták egészen egyszerűen, hogy a már kész kiégetett agyagtáblát, ezt belefordították ebbe a még nedves gipsz táblába, majd mikor ez már megszáradt, akkor belegöngyölték a nedves agyagot, és kifordították belőle. És így, nagyon rövid idő alatt megvolt egy-egy agyagtáblának a sokszorosított másolata. Ezek a másolatok pedig mind pontos, hiteles másolatok voltak. Amit még meg kell említenünk, az az ókori embernek az írás eszköze. Ezen a tablón is láthatunk három darab fapálcikát egymás alatt itt legfelül. Ez volt az ókori embernek a ceruzája. És direkt nem tollat mondok, ugyanis, hogyha jobban megnézzük ezeket a kis pálcikákat, láthatjuk, hogy ennek az egyik vége ez kihegyesedik, a másik része pedig lapátszerűen kiszélesedik. A hegyes részével írtak, a lapátszerűen kiszélesedő részt pedig radírként használták. Ezt úgy hívják egyébként, hogy stílus, ez készülhetett csontból, fából vagy fémből is, és azért mondtam az előbb ceruzát, mert ezt a stílust ezt úgy kell elképzelni, mint most egy olyan ceruzát, amelynek az egyik végén a radírgumi van, hiszen ez a stílus ez lehetőséget biztosított a szöveg javítására is. És még kettő dolgot érdemes megemlíteni itt a korai íráshordozóknál, az egyik a papirusz. A papiruszt Egyiptomban használták írásnak a céljára. A papirusz nádnak a rostos szárából készítették, egészen egyszerűen úgy, hogy nagyon vékony szeleteket vágtak le belőle, ezeket a vékony szeleteket egy vizes deszkalapon egymás mellé helyezték, majd egy fakalapáccsal összedolgozták. Erre keresztben még egy réteget fektettek, és további nedvesítés közben a két réteget további kalapács ütögetésekkel összedolgozták. Ezután megszárították, simára csiszolták a felületét, és már lehetett is ráírni. Ami érdekes, hogy a papirusznak az írás oldala az mindig az volt, ahol ezek a rostok vízszintesen feküdtek. És érdemes megemlíteni a papirusszal kapcsolatban az alexandriai könyvtárat is, hiszen az alexandriai könyvtár volt az ókori világ egyik legnagyobb könyvtára. Ugye időszámításunk előtt 3. században hozták létre Alexandria városában, és az volt a célja, hogy az addig különböző helyeken őrzött papirusz tekercseket egy helyre gyűjtsék össze, illetve hogy a múzsák csarnokában tevékenykedő tudósok munkáját elősegítsék. És az alexandriai könyvtárnak, illetve a papirusznak köszönhetjük a pergamen kialakulását is, a pergamennek pedig köszönhetjük a mostani könyv alakunkat. Hiszen a pergamen volt az első olyan íráshordozó a világban, amit már nem tekercsekben tároltak és szállítottak, hanem ezt már ívekre vágták, hajtogatták. A pergamenről azt kell tudni, hogy
Időszámításunk előtt második században kezdték el használni írásnak a céljára Pergamon városában. Ugyanis második Euménész, aki egy pergamoni király volt, ő úgy döntött, hogy nagyobb és gazdagabb anyagú könyvtárat hoz létre, mint a másfél évszázaddal azelőtt létesült alexandriai könyvtárnak az anyaga. És ennek érdekében ügynököket küldött szét, hogy értékes kéziratok után kutassanak. Ezzel nagyon magasra felverték a papirusz árakat. És Egyiptomban pedig egy-egyben megtiltották a papirusz kivitelt Pergamon városába, és ekkor kezdték el Pergamon városában állati bőrre írni a kéziratokat, és innen kapta ez az állati bőr a pergament nevet. Egyébként leginkább juh és kecske bőrt használtak fel a pergamen készítésre. Az, amit én itt most mutatok, ez egy 1799-es karcag újszállási okirat. Ez arról szól, hogy Ferenc császár a 6. Károly által 1734. szeptember 10-én adományozott vásárnapokat a kitűzött hetek hétfőjére helyezi át. És nagyon szépen megfigyelhető ezen a pergamen oklevelen minden jellegzetesség, ami egy pergamen oklevélnek bírnia kell, tehát az aranyozott első sor, a függőpecsét, illetve maga itt ez a felhajtás, aminek két célja van. Ugye egyrészt ez alatt a felhajtott rész alatt található a hitelesítő felek aláírása, ami ugye azt bizonyítja, hogy ez az oklevél eredeti, másrészt pedig ugye tartja a függőpecsétet, ami egy nagyon nehéz anyag volt. És az ide látogató vendégek pedig személyesen is megnézhetik ezt az oklevelet, amit most itt a kezemben tartok.